Kolár József vagyok, Kárpitos. Ez 1960-ban mentem el inosnak, tanulónak Tolnára, mint Kárpitos, Tolnán voltam. Ott a 605-ösben végeztem el az ipariskolát, mint Kárpitos. Azt utána 3 év Budai Jani bácsi volt a mesterem, de hál' Istennek jó volt a mesterem, megtanította a szakmát. Mikor elvégeztem a 3 éves ipariskolát, 64-ben mentem el Szekszárdra a bútoriparihoz, mint Kárpitos. Szóltak itt a paksi építőipari KTS-ni, már volt a, bent a Szent Háromságnál volt a műhely. Hívtak ide, mint Kárpitosnak, aztán itt dolgoztam. Szegezőpisztolya, kalapács, akkor ragasztót úgy szokom fújni, már ezért fújópisztoly, azért van a kompresszor, meg szegezőpisztolyok többféle, már úgy a üvegezésnél is, a szegbelövés, már gyorsítva rajta sokat, amit kényelmesebb, meg gyorsabb. Kárpitos műhelyben régebben akkor még kötözve voltak a bútorok. Nem ilyen epedarugó, és mikor már utána, amikor ide kerültem Paksra, akkor már itt egy darabig volt, kötözött dolgok voltak, a heverők, minden, már régi bútorugóval, 38-as bútorugóval készítettük, az elég fárasztó volt, meg régi soppulás, meg pikírozás, az nehéz fizikai munka. Itt voltunk ám 24-en. Mint Kárpitosok, még betanított asszonyok, segédmunkás, betanított asszonyok. Sokan, több, 24-en voltunk akkor, mert Pestre szállították a bútort a Dómuszba, még több a KTS-től. És utána volt az epedarugós, már akkor volt a fejlődés, a bonalepeda, és akkor bonalepedával csináltuk utána, meg akkor. Utána megszűnt a sokkolás, meg a kötözés, akkor szivacsa, meg pálmaafrikka csináltuk, ami a rugóra rá lett éve, meg azt úgy ragasztottuk rá a 3 centi szivacsot, azzal már abban kényelmesebb volt dolgozni, de hát többet kellett, már gyorsabb. Abban az időben már utána fejlődött, hogy a szegezőpisztoly az nagyon gyorsította a munkát. Már úgy a beszegezés, nem 16-os szeggel kellett beszegelni, de ezek a mostani bútor, vagyis a mostani a javítás alatt, 16-os szeggel, meg 25-ös szeggel szegeltük mindent. De az én nagyon sokat fejlődött a Kárpitos, gyorsított. Meg ez a ragasztás, a szivacsa, minden. Sokszor vannak ezek a régebbi autóknál, személyautóknál is, mint ami vannak, meg teherautóknál is, küldik a vezetőülést, elvágja a szivacsokat összeragasztani, meg bútor. Ülőgarnitúrák, heverők, függönyöztünk is valamikor. Még annak idején, 1978-ban még voltam fönn Pesten, a Tóczal, akkor volt az orvos kongresszus. Ott a
tolmács fülkéket kellett kikarpítozni, vagyis hangszigetelni. Azt tanultam, és hát amit tanult az ember, nem lehet elfelejteni, azt egy kicsit hozzá, még szerettem.